Itt állunk a Paksi Vakbottyán gimnázium standjánál, és Csajági Sándort, az intézmény vezetőjét kérdezem arról, hogy pontosan milyen képzésekkel várják a diákokat. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Két 9-es osztályra várjuk a leendő jelentkezőket. Az egyik egy reál osztály lesz, matematika, fizika és komplex természettudomány csoportokkal. A matematika, fizika és komplex természettudománynál mind a kettőnél jellemző, hogy idegen nyelvből plusz egy-egy órát kapnak a tanulók a kerettantervi óraszámhoz. Emellett a matematika, fizika, matematikában plusz 2 óra, fizikában 1 óra. A komplex természettudomány pedig fizika, kémia és biológia többletórákra épül. A matematika, fizikát a műszaki gazdasági pályára törekvőknek ajánljuk elsősorban, a komplex természetben pedig egészségügyi, védőnői, szociális pályákra igyekvő gyermekeknek. Van egy másik osztályunk is, egy B-osztálynak hívjuk őket, ők humán csoportból és informatika csoportból állnak. A humán csoport az magyar történelem és a művészetekre épül, a művészetik elég erős az iskolánkban. A másik irány pedig az informatika, itt informatika irányú továbbtanulás és informatika irányú érdeklődésű gyereket várunk. Képzésünkre általánosan az jellemző, hogy a 8-as jelentkező 9-10. Évfolyamon választják az előbb elmondott képzéseket, és 10. évfolyam végén pedig specializációt választhatnak, tehát tulajdonképpen kétszer választhatja meg a továbbtanulási irányát a tanuló, így nyugodtan dönthet 10. évvégén is, hogy merre akar tovább menni. A specializáció 2-3 órásak, felvételére egy továbbtanulásra alkalmasak. Ha valaki úgy érzi, hogy nem szeretne tovább tanulni, egy OKI képzésre elmenni, akkor egyetlen specializált választ, kevesebb órába fog tanulni, könnyebb lesz neki a gimnáziumi tanulmány, és utána OKI képzésbe tudja folytatni a tanulmányokat. Tehát mind a jó tanulókat, mind a közepes képviselő tanulókat várjuk az intézményünkben. Nagyon széles, tehát akkor a képzési spektrum. A diákoknak milyen lehetőségeik, milyen tanórán kívüli lehetőségeik vannak önöknél? Tanórán kívül lehető sportolási lehetőség, tanulmányi versenyeken való indulás, és az Erasmus Plus program, amit minden évben eddig megszerveztünk. Tavaly évben a Spanyolországba jöttek hozzánk a tanulók, és a mi tanulóink pedig Spanyolországba utaztak ki egy hétre. Az idei évben határtanuló program zajlott már le. Itt 6 napos kiránduláson, erdélyi kiránduláson vettek részt a 11. évfolyamos tanulóink, tanáraikkal. Teljesen ingyenesen, hiszen a határtalanul program teljes mértékben támogatja ezt a fajta kirándulást. Igazgató úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy a segítségünkre volt.